Eurómilliárdos károkat okozott az évszázad árvize Olaszországban. Az áradás ráadásul a legfontosabb mezőgazdasági területeket sújtotta. 400 millió kilogramnyi búza veszett oda, 15 millió gyümölcsfa mehet tönkre, és állatok ezrei pusztultak el. A római kormány 2 milliárd eurós támogatást ad a károsultaknak, és az uniótól is segítséget várnak még. A kérdés már csak az, hogy mindez mire lesz elég, mekkora bajban van. Olaszország Imre Balázs folytatja. Így van, ezt is meg fogom kérdezni. Jó estét kívánok a nézőknek, szervusz Boglárka. Itt ül már velem szembe a téma avatott szakértője, Szomráki Béla, Olaszország szakértő. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok én is. Önnek is, és a természetesen a nézőknek is. Ugye, hát azt úgy tartja, van egy magyar mondás, hogy szegény embert az ág is húzza. Hát ez most az olaszokra szerint hatványozottan igaz. Ugye itt a, ha hallottuk a felvezetőben, az a legfrissebb probléma, természeti katasztrófa. Áradások kapcsán több milliárd eurós a kár növényekben, állatokban, állatállományban is. És hát ugye most azt mondják, hogy az előzetes becslések alapján 5 milliárd eurós, eurónyi kár van, ebből 2 milliárdos gyors segélyt ad az olasz kormány, de hát 3 milliárdra még szükség lenne, ezt pedig az Európai Uniótól igényelnék. Mekkora a baj? Lesz ebből valami segítség? Lehet ezen segíteni ezen a helyzeten? Nyilván lehetséges, a lehetőség mindig megvan rá, a kérdés, hogy milyen politikai akarat működik a, a háttérben, mert akármennyire is beállt Georgia meloni ahogy én szoktam fogalmazni, a NATO védőernyője alá, vagyis mindenben igazodik a NATO és Washington, a Washingtoni héják elvárásaihoz, azért, hogy nagyon nem szeretik azok a körök, amelyek általában a politikai, napi rendet szeretnék meghatározni az Európai Unióban is, független attól, hogy udvarolnak neki, legalábbis az Európai Néppárt, hogy valamilyen módon előbb-utóbb csatlakozzon, de itt mindenféle háttérharcok mennek, egyrészt a baloldali, baloldali és a liberális tömb, és már komolyan tömbről beszéltünk, hiszen a 750 képviselőből már több mint 500, 550, mások szerint ma akár 600 is, csatlakozott a, a baloldalnak nevezett, szerintem csúfolt, abszolút semmi közük nincs a baloldalhoz, de ők nagyon szeretik ezt hangoztatni, és lehet, hogy az Európai Néppárt az a végnapjaiból való kilábalás lehetőségének tekinti azt, hogy Georgia Meloni-t magához édezgesse. Úgyhogy attól is függ, hogy Olaszország mennyi segítséget fog kapni egyfelől, hogy hogy egyeznek meg a függönyök mögött egyrészt, másrészt pedig, hogy hogyan megy előre, a, előre, hogyan áll az ukrajnai háború. Mert hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a béke nevében a béke alapból finanszírozzák a háborúnak a folytatását, vagyis a fegyverek szállítását, tehát nagyon nagy szüksége van Olaszországnak a kieső termés és a mm, igen nagy további károknak a rendbehozatalára, de lehetséges, hogy mindezt el fogja vinni a háború, hiszen e, Ukrajnának, mint hogy hallottuk, egyre több, ma legalább kétszer annyi, mint tegnap volt, és holnap után legalább tízszer annyi kell majd, mint ami ma esetleg a követelés tárgya volt. Ugye Olaszországban azért Mi? rosszabb a helyzet, nem csak ez az áradás sújtja őket, tehát volt egy koronavírus járvány. Utána nagyon is említi kitört a háború annak kapcsán, hogy egy energia a válság, aztán jött az infláció, a migrációról majd külön beszélünk, tehát van baj gazdagon, ahogy szokták volt estélyesen mondani. A kérdés az, hogy hogy reagál erre a politika, mi az olaszok, az olasz kormány véleménye például a háborúról, és az ennek kapcsán kialakult a szankciókból eredő válságról. Egy óriási demokratikus deficitet lehet látni, ezért is kapaszkodik nagyon Giorgia Meloni, hogy Olaszországot valamilyen szinten életben tarthassa, hiszen hogyha nem alkalmazkodna, akkor Olaszországot három hónapon belül be lehetne dönteni a különböző pénzügyi manőverekkel, vagy akár csak a hitelminősítő intézeteknek egy-két szólamával, tehát neki nagyon vigyáznia kell, az biztos, hogy a Olaszországban az embereknek a jelentős többsége, ezt úgy intézetektől függően 60-valahány százaléktől 75 százalékig mérik azoknak a számát, olasz emberek számát, akik, vagy a százalékban kifejezve az arányát, akik ellene vannak a háborúnak, amennyire ellene van teljes mértékben szövegében az alkotmány 11. paragrafus, amely kimondja, hogy háborúban álló féllel nem lehet szóba állni, nem, hogy fegyvert szállítani neki. Úgyhogy az olasz közvélemény az nagyon ellenzi ezt a dolgot, a alkotmány rendelkezéseivel szemben ez az olasz kormány, amik ugye úgy mondják, hogy egy jobb középkormány, Mégis persze itt is nagyon nagy a, nagyon, nagyon megosztottság. Georgia Mellon ugyan kézben tudja tartani a két másik embert, a két pasit, az öreg urat, a 86 éves Berlusconi, aki hál' Istennek kijött a kórházból, tehát mondjuk meg neki azt a örömöt, hogy valóban megint túlélt valami nagyon rossz periódust, és ott van Szávini is, ők azért egyáltalán nem olyan lelkesek, sőt, Szávini szerint ez a háborúnak ez a finanszírozása, és egyáltalán ez a háborús úszítás, ami folyik Nyugat-Európa szerte, ez nem célra vezető, nem fogja megoldani ezt a kérdést. Úgyhogy van egy ilyen nagy demokratikus deficit, a nép más gondol, mint amit a kormánya, pedig ezt a kormányt most már aztán tényleg nem lehetne mondani, nem a nép választotta volna meg, de a kormányok általában szeretnek leválni, és most eszembe jutott egy olasz közmondás, ha már ilyen magyar közmondással kezdte, azt mondják, hogy piove governo ladro, esik az eső a franca a rohadt tolvaj kormányába, így lehetne Ford. Tehát Minden bajról a kormány. Te, a kormány lop. A kor... Na most nem egészen erről van szó, az biztos, hogy nem is a kormány, hanem a kormányzat, a governance, a tartományoknak a vezető is nagyon nagyon sokat tettek azért, hogy az elkerülhetetlen károk sokkal nagyobbak lehet lehettek, mint amilyenek lehettek volna sokkal kisebbek. Ugyanis nem használták fel, például az egyik legjobban sújtott terület, Emília Románia, két városnál... Mezőgazdasági. Amelyik egy válpadánán, a, a Póvölgyön fekszik, egy szuper művelt gazdasági terület, Olaszország éléskamrája, és nem hozták meg, nem építették ki azokat a védműveket, nem tisztították meg a folyókat, viszont csak Rományában, tehát az Emilia Románya tartománynak a Ravenna felé eső részében, csak 2021-ben közel 1000 hektár nagyon érzékeny területet betonoztak be. Ez a folyamatos betonozás, a folyóknak a nem tisztántartása, az árterületeknek a folyamatos elfoglalása azt eredményező, hogyha lezuhan egy ilyen bomba dákva, hogy az oroszok mondják, egy vízbomba. Mi ezt azt hiszem, hogy villámárvíznek mondjuk, de ez több, mint villámárvíz. Ez éppen azért, mert a mediterrán tengernek a közepében van Olaszország, föl tud csúszni ezekre a már éjszakabbra fekvő területekre is, nem csak délen pusztított, vagy nem csak Közép-Olaszország alsó részében, hanem kimondottan a felső részében, elsősorban a Bologna-Rimini eh, Rimin, Bologna észak-kelet, dél-nyugat, van a Forli, Csezena, stb., ahol nagyon-nagyon pusztításokat végzett, azért is van, mert egy csomó, például 55 millió eurót a Emilia Romagna tartomány vezetői visszaköltek a központi kormánynak, hogy nem tudják mire használni. Hát nem, hát ezek, kell. szerint, ezek lett volna mire használni. Bocsásson, meg három percünk maradt, és akkor nem elég az árvíz helyzet, amiről az imént beszélt. Ugye itt van még a migrációs helyzet, ugye a legfrissebb adatok szerint január és április között ebben az évben 300%-kal nőtt meg a földközi tenger középső medencében, ugye ami Olaszországot érinti, a tengeren a migrációs nyomás, tavalyhoz képest, tehát a tavalyi január-április időszakhoz képest, 300 százalékkal, de meddig tartható fenn a helyzet? Tehát mit lehet ezzel kezdeni? Mit kezdenek ezzel az olaszok? Nagyon nehéz ellene tenni komolyan, mindaddig, amíg az Európai Unió nem tudja, mert nem akarja, nem tudja eldönteni, hogy tulajdonképpen mit kezdjen az illegális migrációval, amit nem ismer el, azt hogy most már egyenesen olyan követelések vannak, itt van például az olasz demokrata párt újdonsült vezetője, el is lány, aki elmondja, hogy nem lehet, egy, 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 egy bevándorló, egy migráns nem lehet illegális. ne? nem lehet. mert Egy ember nem lehet illegális. Egy ember ott van, és akkor ő törvényes. Ez hát nem egészen így van. De ezen nagyon nehéz változtatni. Mindenféle kísérletek folynak arra nézve, hogy valami történjen. Február végén egy rendkívül nagy szerencsétlenség történt Kalábriának a déli partjainál a Csizma, Sarka és a Talpa közötti bemélyedésben, Kutrónál, ez egy, ez egy Krotone megyebeli kis városka, ahol a szikláknak csapódott egy eléggé ócska hajó, ahol meghalt közel 100 ember, köztük 35 gyerek, úgyhogy ha nem is azon nyomban, de egy hét-tíz napon belül megszülettek a kutrói dekrétumok, amelyek egy sor szigorítást vezettek be egyfelől, de a szigorítás mellett másra is felhasználták vagy használták ezt a, ezt a tragikus eseményt arra pozitívan, hogy kihirdessék a vészhelyzetet a migrációval kapcsolatban, ami nem a migránsokat akarja bántalmazni, mint több védeni akarja őket. Mindenféleképpen az lenne helyes, hogyha otthon lehetne őket tartani, de ha már elindultak, akkor azok az emberkereskedők, csempészek, akik esetleg bántalmaznák, vagy nem megfelelő bánásmódban részesítenék, nagyon komoly tíztól, akár 30 évig. A 30 év az túlmegy az eddigi elgáztólón, a, a életfogytiglani tartó büntetésen. Tehát ez ilyen büntetéseket is kilátásba helyez ez az új törvény, megállapítja a legális bevándorlásnak a kereteit is, már mint a számszakilag. És van még egy fontos dolog ebben az, hogy megkönnyíti azt, hogy elszállítsák ezekről a területekről, ezeket a becsapott, megkínzott, éppen hogy életben maradt embereket Olaszország különböző részeibe. Szomráki Béla Olaszország szakértő volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.